megérkezett a február 9-i Epic ingyenes csomag, pontosabban egy játék, a Recipe for Disaster nevezetű móka, amiről annyit érdemes tudnotok, hogy ez egy étterem menedzser játék, ez egy management game, tehát ugyanúgy lesznek itt emberek, akiket priorizálnunk kell a munkaterületek alapján, nem szabad őket túlhajszolni, oda kell figyelni az igényeikre, lesznek perkjeik, tehát valamiben jobbak, valamiben rosszabbak lesz, ki kell használnunk ezeket, hogy miben jobbak, miben nem, és tehát, hogy erre figyelni kell, úgy osztani ki a feladatokat, fontos ez alapján, hogy egy szuper csapatot tudjunk összerakni, nem csak úgy random elosztogatni az embereket különféle munkaterületekre, és hát igazából ennyi. Jönnek a vevők, és ki kell szolgálnunk az igényeiket, igényeiket úgy, hogy mindezt a legjobb elosztással tesszük. Mi egy séfként kezdünk, és nagyjából erről szól a játék. Ott van. Az álom csapatot kell összeraknod. Éttermet kell építened. Priorizálnod kell. És a legfontosabb, srácok, amit sokan elfelejtenek egyébként, a vevőnek mindig igaza van. Így van. Úgyhogy nagyjából erről szól ez a game. Ez egy 2022-es játék, mint azt itt is látjátok, Early Access-ként egy évig volt. Ez a fejlesztő csapat korábban a Rise of Industry-n, a 2019-es Rise of Industry-n dolgozott, és a kiadó csapat pedig a már előző héten is megismert City of Gangsters-en ügyködött. A pár hónappal ezelőtt, azt hiszem a szeptember, vagy nem szeptember, novemberi vagy decemberi Filamenten, illetve a 2018-as Warhammer 40.000 Mechanicuson, és az a Mechanicus az egy nagyon királyjáték volt. Szóval, hogy a Casedo Gamesnek ez már egyébként a negyedik játéka, amit az Epic most ingyen ad. A negyedik biztosan lehet, hogy már többet is adtak, úgyhogy hát ez most az ő hetük. Ez most az ő hónapuk eddig legalábbis. A másik játék, amit nem most adnak, hanem majd jövő héten, sütörtökön 5 órától, a War Pips, ez pedig egy stratégiai játék. Ez egy olyan stratégiai játék, ez itt kérem szépen az Epic. Na jó, működik, bele tudok tekerni, szóval, hogy ez egy ilyen stratégiai játék, ez egy ilyen pixel grafikás valami. Ez egy ilyen valami. Különféle járgányokkal és harcászati eszközökkel le tudunk másokra támadni. Nem, ez nem körökre osztott. Roguelite stratégiai játék. Tehát úgy látod ott? Boom a rakétával és XP. 10-20 perces körök vannak, azt írják. Nem pay to win. Na hát, igazából ennyi. Ennyi az egész. Megveszed, megkapod. Nincs mikrotranszakció, nem pay to win. És minden robban. Ennyi. Tehát szerintem ez a 4000 forintos játék már be is vásárolta magát a szívetekbe ezzel, hogy nem pay to win, és megkapod a játékot, meg nincs mikrotranszakció. Szóval, hogy ennyit lehet tudni erről a két játékról, most pedig elindítom az e-hetit. Na, nem kérünk videót. Közben nagyon szépen köszönöm, Zozi. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Peregjenek srácok a szvegek Zozinak. Köszi a támogatásodat.
Üdv immáron hivatalosan és a feliratkozott vadászok között. Na hát, a beállításokat megmutatom nektek, hogy milyenek. Nincs magyar nyelv. Igen. Max grafika. Nincs vészink. Exkluzív fullscreenbe fogok játszani. Egér billentyűzettel. Mert a tutoriál. Kezdjük az alapoknál. Na ez tetszik. Ez tetszik. Egy pillanatra megmutatta az asztalomat nektek, a hátteremet, hogyha esetleg érdekelné titeket. Na, azt mondja, hogy csak így arrébb rakhatom ezt a panelt, hogyha esetleg akarom. VASD-vel mozgunk. Azzal nézünk körbe. Q-val és az E-vel forgunk. Azt mondja, hogy ez a hely. Igen. Rendet kell raknunk. Tehát Y-nal lehet a falakat elrejteni. Ez már pár ilyen játékból ismerős lehet. Meg kell nyomnunk a delettet. Azzal a demolistúra váltunk. És akkor így a szemetet eltesszük, és le kell rombolnunk ezt a falat. Na, most már nem olyan undorító ez a hely, elkezdhetünk dolgozni. Azt mondja nekünk, hogy a build menü kell, és le kell raknunk asztalt. És legalább egy széket. Jó drágák ezek az asztalok. Hát ilyen használt asztal az ilyet, nem srácok? Nem, mert common asztalt teszünk le, persze. Oda tesszük őket. Hát ez hogy néz már ki amúgy? Nem lehet nagyobb asztalt? Jól van. Akkor jó lesz ez, srácok. Ott van fancy round table. Fancy wooden table. Mennyi pénzünk van? 2000 dollár. Mehet akkor a fancy wooden table. Ha oda teszek egyet, az nem lesz jó. Nem tudom amúgy, az asztalokra kell rakni a székeket vajon? Mert az olasz szék. Hú, nagyon zsír. Ja. Tutorial azt kéri tőlünk, hogy csak egyet rakjunk le, úgyhogy egyet rakunk rá. Na hát, eddig nagyon jók vagyunk, srácok, az a helyzet. Nem tudom, hogy mentem vissza a tutoriálba. Na, azt mondja, hogy tovább. És akkor... Fritőz? Ez a fritőz, nem? Azt hiszem, hogy ezt fritőznek hívják. Hát a konyhába kéne betenni a fritőzt. Mit is tanultunk? Y, aha. Mert a fritőz oda. 250 dollárba kerül a fritőz. Mondjátok ám nyugodtan, hogyha hülyességet beszélek. Na, át kell mennünk a dekorációs tabra. Dekoráció. Várjunk, csak ezt tegyük arrébb. És akkor oda tudunk tenni egy vázát az asztalra. Ú, gyertyát is. Hát csak mondom, hogy gyertyát is lehet oda tenni. Valami fancy dolog. Egy tévét. Srácok. Hát egy tévét rögtön.
Amúgy ez mennyire jó ötlet már ott, nem? A fene se tudja, lehet, hogy ott jobb helyen lenne. Nem tetszik ott. Na, az mondjuk jobban tetszik. Ne, hát... Legyen egy tévé itt. Jó. Rábeszéltetek, srácok. És egy darts tábla. Hát szerintem darts tábla nem kell. Mondjuk ez a gitár is már erős. Sword and Shield. Középkori zászló. Jó. Azért teszünk oda egy vázát, mit szóltak? Jó. Na, Yellow Star, elvileg van valahol egy ilyen Yellow Starunk. Top right, aha, ott van. Aha. A zöldnél vannak a jó vibe-ok, a pirosnál pedig a rossz vibe-ok. Jó. Hát ott nagyon jók a vibe-ok. Nehogy tegyek ide a fritőzmele egy gyertyát. Attól csak jobb lesz, nem? Tessék. Nem lehet oda tenni. Az csak asztalra lehet. Nagyon béna. Hát itt a WC-ben nem éppen jók a vibe-ok, srácok, csak mondom. Fölülről nézzük már meg ezeket a vibe-okat. Nagyon. Nem lehet. Hát egy kaktusz. Isten, ezt is csak... Mondjuk lehet, hogy inkább a... Hogy hívják, ott kellett volna oda tenni. Can spread fire, úristen, hát itt még tűz is üthet ki? Mehet a budiba a WC. Az amúgy mennyire király lenne már, nem? Oda fölteszitek. Ez mondjuk elég erős WC. Tehát, hogy itt bemész, és így valaki éppen itt a Toilet 2-be végzi a dolgokat, és a Toilet 1-esnek át kell rajta mennie. Hát nem tudom, ezt kitervezte, de nem én. Na, menjünk tovább, igaz? Még tükröt is. Na! Mit gondoltak arról, srácok, hogy egy ilyen itt? De a budit elé rakjuk. Tudod magad nézegetni, miközben ülsz a WC-n. Hát ez nekem már tetszik. Na! Jó. Rendelnünk kell 10 csirke szárnyat. Shift-tel lehet növelni az értéket. Most a build módban vagyunk, és gondolom storage, food storage kell nekünk, igen, és akkor 10-et kell rendelnünk. Ez így most meg is van rendelve? Vajon? Hát... Ja, hogy mindig 10-et fogunk tárolni. Oké, értem. Hát, hogy mindig 10 lesz nálunk, és akkor gondolom berendelik, mert most 15 van, oké. Jó. És ott írja, hogy mennyit használtak el a tegnapi napon. Jól van. Ezt ki lehet nyomni, és akkor kinyithatjuk az éttermet. Na, kérdés, hogy kell kinyitni. Jobb felül ott van, hogy open. Tehát akkor most már megy. Várjál, nem lehet leállítani az időt? Ott van, jó, le lehet állítani, oké. Okay. Azt hittem, hogy a space-szel majd le tudjuk állítani, de semmilyen nem történt. Szóval itt nézem a chatet, olyan, mint hogyha lefagyott volna, de... Lehet, hogy csak nem írtatok. Ezek szerint én vagyok. Hát az ott én vagyok. Mike-nak hívnak.
maxos a staminám, meg a kedvem is, a hangulat is 100-as. Jelenleg csak a mi avatárunk elérhető. Nincs vagyás? Jó, oké, akkor csak nem írtatok. Na, azt mondja, hogy rá kell klikkelni a karakter portréra. És akkor itt elérhető minden a karakterrel kapcsolatban. Még át is tudom nevezni. Séf bácsi, úgy fogják hívni. De furán néz ki, Séf bácsi. Aha, és akkor itt van minden skilles információ. Empatikus, tehát a közelbe levő embereket felvidítja. És itt van, hogy miből milyen ügyes. Gyakorlatilag mindenből mindent tud. A karizmája 5-ös. Hát ez nagyon jó. Mindennel jól bánik. Teli van energiával. Tiszta a hely. Senki nem szereti az éttermünket. És üresek az asztalok. Ez azt jelenti, hogy kevesebb pénzünk lesz. De örömmel van itt. Na, itt vannak a prioritásai. Az első a főzés, utána a szolgálás, és utána a takarítás. Haza is lehet küldeni. Na. Azt mondja, hogy... Jaj, ne menjen az idő közben. Séf bácsit felvennéd otthonra? Ajaj, srácok, az ott pirosodik, tehát valaki lefoglalja azt az asztalt. Azt mondja, hogy ideje automatizálni. Klikkeljünk az asztalra, és rendeljük hozzá a séfet. Na hát, Séf bácsit rögtön. Nyomok egy ötöst, az jó lesz? Azt hittem. Na, Séf bácsi... Ingyen kajálhatnak. Eat for free. Cancel. Amanda Fisher jön ide. Na, ő lesz az. Éppen le akar ülni. Na, hát akkor ezt ki is osztottuk. Meg oda is ki kell osszuk Séf bácsit. Nagyon jó. A takarítás. Van egy ilyen cleaning area editor. Tessék. És ez is hozzárendeljük Séf bácsit. Hát ez nagyon jó. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire kell oda is takarítást kérni. Takarítás. Hát, ezek szerint meg vagyunk. Meg is csináltuk. Szerintem jók vagyunk. Jó. Kész. Na, megjött. Séf bácsi felveszi a rendelést. Mi kapott? Azt mondja, hogy nem tudok várni, nagyon éhes vagyok, mínusz 6-os. Várja, hogy kiszolgáljuk. Ott nyomja Séf bácsi, hozza a csirkeszárnyakat, berakja a fritőzbe. Ennyi. És már szolgálja is. Tehát kitette oda, egyelőre ő maga viszi el. A séf rögtön szolgál. Hát ilyenkor az igazi az étterem, amikor a séf maga szolgálja ki, mert innen is tudja Amanda Fisher, hogy ő egy fontos személy, ha már a séf szolgálja ki. Nem? Na, tessék gyorsabban enni. Ajaj, 90%-os a staminája. Hát most arra várunk, srácok, hogy elmenjen Amanda. Azt mondja, hogy 4 csillag és 8 eurót kaptunk. Na, várjál. 1 euró volt a csirkeszárny, és 8 eurót kaptunk, az elég jó. Jó. Hát tovább.
Rare Blade. Na, ő itt, Gareth Jordan éppen leül. Egyelőre szimpi ez a játék. Tele van energiával. Nem szeret klemit csinálni, mert túl olcsó. Jól van. Hát most klemit csinálunk. Az igen. Amanda Griffin nem szeret sorban állni. Nem szeret sorban állni, mégis idejössz. Nagyon jó. Na, nagyon jók vagyunk, srácok. Negyed óra alatt mi? Ez most negyed óra volt. Negyed óra alatt megcsináltuk ezt a tutoriál szintet? Wow. Na. Ideje felbérelni alkalmazottakat. Na. Azt mondja, hogy a fritőz a szoba közepén nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Látok, ezt már is arrébb rakjuk, nem tudom, hogy... Duplikál, move. Jó. Na, vajon hogy kell felvenni embereket, mert hogy erről nem írt semmit. Aha, itt van, hogy kiket lehet felbérelni. Na, olyan kell, aki jól bánik a fryerrel. Nem, olyan kell, aki jól szolgál ki. Na. Mondjuk lehet, hogy a séffel kellene kiszolgálnunk. Jól van. Na. Akkor Catherine-t fölvesszük. Ő lesz az, aki megcsinálja a kaját, és Chef Mike. Ő meg felszolgál. Idegesítő. Ú, de jó lesz. 2,8-as... Amúgy, ja, hát ez nagyon drágán dolgozik, mert na az egy dolláros órabér. Vagy ez a napi bér? Jó leszel te? Egy ember elég, nem? Majd a Shave bácsi lehozza. Na. Kéne egy takarító, mi? Rebecca, gyere te, takarítás! Úristen. Na, tehát. Mi a feladat? Azt mondja, hogy nyissunk ki. Ja, mert hogy így kell elkezdeni. Bérelj fel legalább két embert. Nagyon, hát ezt nagyon jól csináltuk. Ne okoskodj. Azt mondja, adjunk egy extra asztalt. Extra asztal. Na, tessék, ott lesz az extra asztal. Így. Természetesen fancy asztalt használunk. Jó, és akkor... Hát, persze. Fancy szék jöhet. Mi? Ja, hogy ott már alapból volt kettő szék. De kinek kell ez a izé... Használt? Használt? Aj, srácok, hát mi ez a hülyeség? Ez itt mi volt? Mi volt ez? Csöves széket nem használunk itt az éttermembe. Na. Egymással szembe ültök, nagyon jó. Ti pedig így, mert így a csí sokkal jobban áramlik. Jó, teszünk rá egy szalvétást. Na, nem kaktuszt akarunk. Oda, igen. Só, bors. Igen. Fogvájó, szalvéta. Nagyon jó. És akkor mehet a tévé. Ki kért oda ablakot? Mi az a fest? Na mindegy.
Tessék. Szerintem arrébb rakjuk. Az ott nagyon jó lesz. Sokkal jobb. Na. Tehát azt mondják, hogy egyébként még hogy grillt is kell leraknunk. Na. Jó. Jó. Azt mondja, hogy ott csirkeszárny kell. Aha. Click on the chopping board icon. Chicken cheddar, chicken wing, igen. Recept. Hagyjál. Új recept. Én csirkeszárnyat na várjál, akkor ez nem az. Ez recept szerkesztő. Úristen, mi? Saját receptet kell csinálni? Azt mondja... Aha. Jobb klik? Nem, hát úgy néz ki, hogy nem ide kell jobb klik. Select the deep fry action. Hát akkor most innen kell kiválasztani a csirkeszárnyakat? Igen, tehát csirkeszár kinézet. Hát... Most itt elakadtam egy pillanat, srácok, azt mondja, hogy klikkeljünk oda, előhozza az editort, kattintsunk arra, hogy új recept, igen. Az lesz a neve, hogy ilyen jó még sosem volt. Jó. Aha, és akkor oda tesszük, hogy deep fry. És akkor chicken winget oda belehúzzuk, nagyon jó. És szolgáljuk. Á, tehát így rakjuk össze a receptet. Oké. Okay. El is mentjük. Azt mondja, nem elmenthető. Túl olcsó ez a recept. Adj hozzá még valamit. Azt nem tudom, hogy azt mondja, hogy jó, igen, tehát, hogy a receptünk megkapta a fried taget. Igen. Megkapta? Az jó. Na, ez csak az ikonja lesz egyébként. Na, csirkeszárnyak. Igen, átállítottuk a kinézetét. Tehát a before az úgy értették, hogy elé kell tenni, és nem fölé. Akkor most már jó lesz. Hát akkor most nem jó. Most akkor a... Na jó, akkor csináljuk meg újra. Ilyen jó még sosem volt. Igen. Fogom a jobb klikket, deep fry. Na! Na, hát ez volt itt a gond. Most már el tudjuk menteni. Nagyszerű, és most már ott van, hogy fried. Na, hát most már működik. Jó. Na. Tehát. Ehhez az asztalról, asztalhoz hozzárendeljük Chef Mike-ot. Meg ez az asztalhoz is hozzárendeljük.
Oda pedig Catherine-t, a grillhez pedig Chef Mike-ot, és kijelöljük a takarítási zónát is. Nagyon jó. És jön Rebecca. Nagyszerű. Egy asztalhoz több ember? Jó, harmadik. Egy harmadik lesz Catherine. Jó. Nem akartam ilyet, de jó. Na. Most kezdődik a melózás. Megjött Catherine, megjött Rebecca. És jön a sébács. Neki miért van egy WC a nyakába, srácok? Ja, az a kapucni. Ó, oh, ja, elnézést. Legalább ő nálunk dolgozik? Ez nem derül ki, nem tudok ráklikkálni. Nem, nem. Na, azt mondja, hogy ő szeret kint lenni. Hát most nem fogunk kimenni. Most nem fogunk kimenni. Szereti a beef sirloint. Na, a séf bácsi már megy is. Nagyon jó. Felveszi, leadja, nagyon jó. Nagyon jó, oda teszi, felveszi, hát ez nagyon jó. Ez amúgy eddig nagyon király. Már megy is, fel is szolgálja. Sép bácsi másikat is leadja, a másik rendelést is fölveszi. Nagyon jó. Nyomják, nyomod, nyomod. Hát ez... mint az ágyba kalkantás, úgy megy. Hopp, mi? A WC-t akarod használni? Aha, érdekes. Tehát akkor ő csak azért jött be, hogy a WC-t használja. Gondolkodtál azon, hogy tükör legyen a WC előtt? Oda még odafér egy tükör. Ha esetleg úgy alakul. Aha! Nem mosott kezet. Ha. És négyesre értékelte valaki. A nyomott egy dislike-ot. Hát... jó, de hát... oké, srácok, kelleni fog az a tükör. Tehát azért nyomta a dislike-ot, mert nincs tükör a WC előtt. Na, ez nem állapot. Hát rögtön... rögtön, srácok, kell egy tükör. Na. Vagy egy... rögtön egy festmény. Na. Így az igazi. Így az igazi. Na. Mi? Ja? Igen. Open the review panel. Jobb lent. Azt mondják, hogy jobb lent van a review panel. Na, azt mondják, hogy nem volt a kedvenc kajámból. A modest fellowship expands. Praise the sub. Jaj, nagyon... nagyon szépen köszönöm, Fedus. Köszi szépen az ajándékodat Amorantnak. Amorantnak ez már egyébként a 8. hónapja. Köszi szépen, srácok. Elképeszt. A, mi? De ha nyomok egy scrollokat, akkor miért indul el a játék? Srácok peregjenek a szvegek Fedusnak, és hát természetesen Amorantnak is. Na. Azt mondják, hogy az ilyen jó volt, nagyon jól meg lett csinálva, jó árazással van, minden tiszta volt. Hát, oké. Új recept kell. Oké. Okay. Akkor új receptet kell csinálnunk. Tehát. Új recept. A B-nek ilyet esznek. És ide mit? Grillezett alma? Vagy mit akarnak enni?
9, Amorant 9 hónapjánál közös ASMR stream, ez igen, közösen fogunk fület nyalni. Tehát customer request. Na és ezt hol látjuk? Na várjál, rányomtam, hogy... Ja, látom, grilled akármi. És olyat tudunk csinálni? Akkor most már rányomtam, igen. Tehát hárman üljenek le. Hát most éppen az történik. Vagy három asztal kell, aminél leülnek. Lehet, hogy olyan kell, na várjunk. Ha megveszem a HP Game sima verzióját, akkor holnap már tudok vele játszani? Hát, hogyha holnap van 10-e, akkor van a megjelenés, akkor na ne, hogy tudod játszani. Nem holnap van 10-e? Na várjatok. Lehet cleaning arénát törölni? Én ezt bőv... Na várjál, expand, ez kell nekünk. Jó. Jó, ez megvan. Jó. Te mit csinálsz ott? Jaj, hát... Jaj... Na várjunk, ez nem állapot. Catherine, ezt... Jó, tehát ne te csináld, léces, te itt ne. Te itt ne, kösz. A takarító csinálja azt a kaját. Köszi szépen még egyszer a támogatásaitokat. Jó, megy a takarítás. Az igen, 3 eurót már el is vettek tőlem. Már megint eltelt negyed óra. Mi? Kész? Menjek a Discordra. Continue tutorial. Ez most már a mély víz, na várjál, tehát hogy... Hát hogyha már... Tehát hogyha már elkezdjük, akkor kezdjük normálisan. Tehát... Zsév... Bácsi. Buddy 1, Buddy 2. Na, amúgy ez nekem nagyon tetszik. Skin tone. HTML kódban megadhatod a skin tone-t. Ez a kedvencem. Jaj. Mi ez, átmenetes hajat is lehet csinálni? Az igen, amúgy... Milyen komoly hajak vannak már itt? Ezt a hidas kopasz, ez tetszik. Mehet a kopasz. Srácok, kopasz, kecske, szakál.
Beanie-be, igen. Jó. Az igen, na hát a Fedorába. Amúgy mehetsz. Na. Szia. Na. De miért lehet... Miért lehet vajon beöltöztetni... Mikulásnak? Jaj! Na várjatok. Én ilyen barna... Barna kalapot szeretnék neki. Na, ezt tetszik. Természetesen fehér lesz. Ó, tudom már, srácok. Mégis csak piros lesz az a kalap. És itt pedig zöld, zöldek leszünk. Na. Lemásoljuk, várjatok. ezek a szövegek lettek véletlenül. Na. Na. Ez már, na, jó. Ez is fehér. És majd a cipő. Na az, tessék. Egy magyar séf. Édes Istenem. Nem tudom, kék, hogyha vásároltál imótot, azt akkor mutatnia kéne. Na. Tehát... Séf bácsi nagyon jó karizmával, nagyon jó kiszolgálással rendelkezik, és jól takarít. Tökéletes. Mondjuk azt valószínűleg nem ugyanoda kéne tenni, de nem baj, jó ez. Mit szeret Séf bácsi? Kettőt kell választani. Gyorsan dolgozik, na ezt tetszik. Proaktív. Random asztalokat szolgál ki. Oda néz. A rendeléseket 200%-os gyorsasággal veszi fel. Parti állat. Kint sokkal szívesebben van. Jó, hát az sajnos nem lehet. Inspiráló. Nem szolgálhat fel. Gótikus. Tehát az eső boldoggá teszi. Nagyon cancel lesz, amit kérdezek, de ha a két ilyen sapkát viselő szakács áll, és én eldobok köztük egy papírrepülőt, akkor kidobnak az étteremből? Ó. Ó, ez nagyon deep. Germafóbikus géniusz, gyorsabban szinteződik.
Jó, tehát az egyik az a géniusz lesz, srácok. Sokszor fingik. Hát olyat nem fogunk csinálni. Empatikus. Tehát akkor ne empatikus lesz. Empatikus és... mit lehet, mit érdemes... Karizma. Ja. Na. Mit mondtam nektek? Azt hiszem a workaholicot mondtam. Na. Nincsen utált képesség kiválasztva. Francba. Hát állatszerető az utált képesség, idegesítő. Mocskos. Hát a fingást azt nem fogjuk választani. Lusta. Későn jön és korán megy el. Jó. Megbetegített másokat. Hát ez... Lophat a hozzávalóba. Legyen lopós. Mi? Az most nem hated skill. Hát akkor mi a hated skill? De hát a party állat... Mi? Ma? No hated skill selected. De hát a party állat az hated skill. No loved skill. Mi? Most mi a baj a srácok? Hát ez hülyeség. Azt mondja, hogy válasszunk ki loved skillt. Empatikus, igen. És mocskos. Aha. Hát akkor... Ja. Unfriendly. Mit tudom én? Most már így elvette a kedvemet. Tehát akkor ki lehet válaszolni olyan traitet, amit nem is loved, meg nem is hated? Tessék. Mocskos, meg ilyenek. Ja, hogy többet is ki lehet jelölni. Jó lesz az. Jó lesz. Ajaj. Tehát Zséf bácsi kalandjait láthatjátok most. Igen, Sloppy Joe-t ezt akarjuk megcsinálni. Hatezer pénzzel kezdünk, a népszerűségünk 40%-on van, és itt van, nem szabad 20%-os népszerűség alá menni. $70 kell kérni egyetlen egy rendeléssel. $120 naponta, 2 cleaning area, 3 emberke és 3 tűzoltó készülék. Tehát feladat, srácok. Az ott micsoda? Szemét. Hát miért van szemét? Van WC? Van WC. De nem tudnak kezet mosni, mondjuk ahogy láttam nem is nagyon akarnak kezet mosni. Az meg olyan, hogy az ott... Hát srácok, ez itt... Éttermünk dupla WC csészével szolgál, de úgy, hogy egyszerre. Hát akkor itt nem hagyhatjuk ki srácok a lehetőséget. Rögtön a tükröt be kell vágni, és akkor nagyon jó. Nagyon jó. Így van, egymás kezét tudják fogni. Hát ez nagyszerű. Tessék, srácok. Hát láttatok már ilyen éttermet? Nagyszerű. Az ott három asztal. Oké, itt szolgálunk fel. Mondjuk, na mindegy, jó helyen van az ott. Én ezt amúgy átraknám, tehát, hogy ha engem kérdeztek, ez nincs itt jó helyen. Nagyon jó. Tessék, még a grillet is átrakjuk. A grill meg mondjuk ott. Mondjuk nem, azért kicsit bejebb. Tessék. Jó. Na.
Tehát három poraltó. És ezt hogy kell? X. Ott van. Na hát, ez mehet is be az egyik a WC-re. Az ott nagyon fontos lesz. És akkor még egy. Na hát, oda is teszünk még egyet. Nem, amúgy. De akkor egy van az egyik WC-be, a másikat pedig a másik WC-be tesszük. Oda. Na. De azt mondta, hogy kettő cleaning area kell, igazából tök mindegy, csinálunk hármat, ha ezen múlik. Nem tudunk kiosztani hármat. Haló? Meg gondolom, meg kell nyitni. Vagy kell ember. Na. Hát jelenleg négyen vagyunk. Hát Séf bácsi nagyon jól kiszolgál, úgyhogy Séf bácsi, na, tessék. Most akkor tényleg ki kell nyitnunk. Na. Séf bácsi. Christopher. Melyikük szeret jobban vajon kiszolgálni? Aha, Christopher kiszolgálás. Rochelle ő takarítani imád. Jó. Akkor Séf bácsi. És akkor azt beszéltük, hogy Christopher ő jó lesz másodiknak. Na, Rochelle. Na, és akkor még lesz egy utolsó. Rochelle. Ja, ha jól látom amúgy. De még egy embert kell berakni. Krisztit. De most már ki is vehetjük. Ja. Ja, amúgy végül is oda le... Mit csináltam? Végül is oda lehet tenni Krisztit egyébként, mert ő szeret felszolgálni. Ja. Ezeket majd itt kinyomjuk közben. És... Christopher... Christopher? Aha, Christopher kiszolgál és kaját is ad egyben. Hát akkor ez itt nem lesz jó. Hát ez... Ennek ilyen sorrendnek kell lenni. Ez mi van? Nem tudtam, azt hittem földrengés van. Jó. Na hát így szerintem jók vagyunk. Kajába, húristen, hát nem tudom mit akarunk. Itt van egy csomó minden. Mindjárt meglátjuk, hogy miket akarnak az ügyfelek, mint hogy a vevők. Most jön Rochelle. Várjál, jól láttam, hogy be lehet állítani ott valamit rajta? Ha! Lehet neki kevesebb pénzt adni. Van 5000 pénzünk. Na hát, mi miközben várunk. Ez
Miközben várunk, bár amikor nem várunk, akkor sajnos az idő is leáll, de én akarok ide tévét. TV szerintem nagyot megy, úgyhogy jöhet. Csak nem tudom, hova tegyük. Minek van ott ablak, amikor lehetne tévé is? Na tessék. Na hát, oda meg egyértelmű, hogy mennie kell a tévének. És oda meg a boroknak, a budi mellé. Ja, akkor nem a budi mellé tesszük, hanem oda, mert tehetősek vagyunk. Persze, oda még egy polc. Persze. Nagyon jó. Fikusz. Na, tessék, még a fikuszt is oda tudjuk tenni. Hopp. Nagyon zöldek vagyunk. Tessék. Na, most már jött a Big Money, srácok. Amúgy szerintetek kéne recept? Kéne valamit felszolgálni? Valami húst? Ilyet ilyen Sir Lion. Jó. Nek az eszembe, hogy Sir Loin amúgy. Ez lesz oroszlán sült. Nagyon jó. Túl olcsó ez a recept tojással. Nincs tojás, akkor nem kaptuk tojást. Oroszlán sült csirkével. Csirkés oroszlán. Nagyon jó. 2 perc megcsinálni. Na, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog tetszeni nekik a csirkés oroszlán. Még kapnak hozzá barna hagyma. Mehet a barna hagyma. Jó, Poca azt mondta, hogy ez nem vegán, akkor mindjárt csinálunk vegánt. Hatalmas. Very big. Very big lesz az, amiben teszünk hát mi? Grillezett padlizsánt. Na. De hogy nincsen padlizsán. Hát majd veszünk. Nincsen? Hát veszünk, srácok. Az a helyzet, hogy ja, hát mivel nem tudunk beletenni, ezért a very big a kukorica lesz, aztán majd lesz padlizsán is. Na tessék. Na ez, na még krumpli is le, amúgy az biztos nem teszünk hozzá. Na így. Na ez, very big. És grillezett zöldségek. Ez túl olcsó. Hülye vagy. Élem ezt a játékot, de nem úgy vicces. Na, mi van? Ja, be kéne állítani, hogy oroszlán csirkével az legyen. Ugye azt beszéltük. Ha még olyat is izé jelez, hogy mi az, ami édes, mi az, ami vegán. Wow. Na, tehát. Pillanat, csak össze kell néznem a recepteket. Amúgy nem tudom, hogy hol lehet megnézni, tehát, hogy én nagyon jó, hogy itt csináltam a receptet, de nem tudom, hogy. Ja, itt vannak a fő fogások. Kozmikus banán. Na, csirkés oroszlán. Na, várjunk csak. De ilyenek? Na, várjál. Tehát, hogy csokoládé cseppek. Igen, legalább 10 legyen mindenből, nagyon jó. Azt mutasd nekem, hogy főfogás, banán. Most mi van? Banánt nem lehet rendelni? Amúgy... nagyon jó. Van egy olyan szűrő, hogy
szerepelnie kell a receptekben. Hát szomorú lennék, hogyha itt minden elfogyna. Na. Zsiványi Z, köszi szépen a 33-at, srácok, peregjenek a szvegek. Na. Ja, hogy ők ketten jöttek kajálni. Srácok. Hát akkor nem biztos, hogy csöves asztalnak kéne. Mindegy, hát igazából. Jön Sév bácsi. Sév bácsi felvette a rendelést. Az igen, már rögtön tejelünk. Várják, hogy kiszolgáljuk őket. Köszi szépen a pergetést. Szegény Gordon egyedül csinálja itt a dolgokat. Na várjatok. Hát el fog fáradni. Na, Rochelle. Na várjál csak. Sév bácsi ott nagyon intézi a dolgokat. Nagyon jó. Már szolgál is. Most mit csinált? Fölvette a rendelést, de... Nem csak... És ő mit csinál? Sév bácsi, foglalkozol-e gyorsan? Bradley Hunt azt mondja, hogy jön dolgozni. Hogy őszinte legyek, nagyon béna vagyok főzésben, de az az álmom, hogy séf legyek. Hát... Gyere. Gyere. Na. Mutasd, mit tudsz. Kit vettünk fel amúgy? Ja, Bradley-t. Kiszolgálásba jeles. Na, hát ez... Örömmel hallom, tehát akkor Gordont le lehet állítani. Jaj. Na Bradley, gyere csak. Köszi, köszi. Nem tetszik nekem, Christopher, hogy itt állsz. Ja, mert hogy... Arra várnak, hogy grillezzenek. Sév bácsi nyomja a kiszolgálást, nagyon jó. Nyomják. Azt nézzétek. Köszi, köszi srácok. Szerintem amúgy elbírnánk még több asztalt. Mit mondtok? Ja, mondjuk nem feltétlen a WC mellett, na mindegy, itt. Jó ez. És akkor veszünk menőszéket. Ide már úgy rendeljük ki, hogy Bradley. Jaj, nem Gordon, nem Shave bácsi. Mondjuk Shave bácsi, mert ő nem fárad el. Csak akkor tudok ilyen csöndesen tűzszenteni, ha befogom hozzá az orrom. Ez... majdnem 30 év gyakorlás eredménye. Ah,
Amúgy én úgy tudom, hogy nem egészséges a csöndbetű szentés. Nem? Na, Bradley még... Na, nem, az Rochelle. Jó, takarítási területet, oda nézzetek! Hát a fancy helyre már is jönnek emberek. Egyetlen kajáért 70 dollárt fizetek. Na hát akkor várjunk, várjunk. Srácok, hát akkor össze kell dobni valami nagyon jót. Tehát... Vulkán burger? Hát remélem, hogy olyat kér valaki. Amúgy, na várjál. Hát, hogyha azt akarom, hogy sok pénz legyen, akkor... Tessék, japán fények. Hát ide rakjuk rögtön a japán fényeket. Tessék. Ohó, na, tessék. Fali lámpa. Még egy fali lámpa. Persze. Kézmosó. Az nem jó. Nem férnek el jól. Hát akkor másik oldalra kell tenni. Tessék. Nem is értem, miért nem volt eddig. Nagyon jó. Tehát, hogyha valami nagyon drága, akkor ez nagyon jó lesz. Még kérünk egy csillárt is. Oda. Aj, azt a béna lámpát levesszük. Na és akkor helyette jön a nagyon menő csillár. Hol van a csillár? Ott van. Na. No. Ó, olyan csillár, még ide is rakunk. Ti is kaptok japán lámpát, tessék. Szia Pixel Hunter. Na, tehát ugye mit akarunk? Sok pénzt. Ez micsoda? A cashflow-nk mínusz 2000 dollár? Így. Oké. Okay. Big Blooder. Ők tudnak várni, tehát ők vissza tudják tartani a szükségleteiket, úgymond. És alacsony elvárásaik vannak. Amúgy eddig csak javul az értékelésünk. Remélem, hogy nem kell sokat várniuk. Mi? Na, csináltunk 120 eurót egy nap. Na jó, hát ezt tovább visszük. Hát, hogy azt akarjuk, hogy 70 eurót fizessen három ügyfél. Mármint három, mi az? Emberkám. Üdvöd mindenkinek. Na, Séf bácsi meghozta a kaját, vajon mit szolgálnak fel?
Nagyon kíváncsi vagyok. Hát nem tudom, nem, amúgy kíváncsi lennék, hogy mit szolgál fel. Mit esztek? Kozmikus banánt esznek, srácok. Gremori, szia! Na, hoppá, 100 eurós pluszba vagyunk, csak mondom. Tolják a kozmikus banánt. Hát ezek meg itt sorba állnak. Ha bezárunk, akkor átrendezzük majd itt az elosztást. Megy a takarítás. Na, valaki 34 eurót fizet. Oh, 90 eurót fizettek a kozmikus banánért. Egy kajáért fizessenek 70-nél többet. Alakul ez. Szépen alakul ez, srácok. Ujj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 
kaptunk egy 4-es értékelést. Rochelle, azt ott takarítani kell. €316 a bevétel. Amúgy kéne oda egy ajtó. És azt mondjátok? Ez milyen ajtó? Back kitchen door. Ja. És order window is kell. Mert ahogy látom, azt most nem lehet kijelölni. Nehogy már, tehát hogy láttam, hogy valaki kiment a bejáraton, és úgy könnyebb volt megkerülni. Mi a game lényege? Ez egy management játék, éttermet kell menedzselned úgy, hogy embereid bizonyos perkekkel rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy valamiben jóbbak, valamiben rosszabbak. Mindenkinek a megfelelő munkát kell kiosztani, nem szabad, hogy az emberek elfáradjanak. Például most azt nézem, hogy Rochelle nagyon le van terhelve, míg Shave bácsi nagyon bírja a melót. Nincs mit. Na tehát itt van ez a terület. A Rochelle-t azt így Shave bácsi nem szeret takarítani. Shave bácsinak valami új izét kéne adni. Rochelle amúgy az újoncunk. Aha, Rochelle elment a kajaszünetre. Töltődik egy kicsit. Jó, hát akkor nem lesznek így letárálva. Na, este 5 óra van. Micsoda? Jött valaki a Simpsonból. Carl Warren. Kis gyomrú. Igen, itt mindenkinek megvan a személyisége. Oda néz. Még valaki jött a Simpsonból. Nyomják amúgy rend. Ott valaki dislike volt. Jaj, hát most látom, srácok. Mehetne valami dekoráció.
asztali lámpa. Tessék. Na, kaptak asztali lámpát. Hát abból úgy néz ki, hogy többet kell rendelni. Tessék. Úgy valószínűleg 15 elég. Nem tudom, mikor zárhatunk be. Szerintem kellene még fritőz. Nem tudnak meg a sloppy-t csinálni. Minden órába szállítanak hozzávalót. Gremori, köszi szépen a 25-ösért. Köszi a támogatásodat, jó szórakozást. 51%-os a népszerűségünk. Itt valaki most, valakit itt most megvállalkoztatunk. Amúgy akkor rendelünk belőle többet. Jó, megjöttek hozzávalók. A kozmikus banánt azt nagyon viszik a népek. Szerintem gyorsabban menne ez az egész, ha mondjuk ez, kár, hogy nem lehet arrébb rakni, ha arrébb tudnám rakni, akkor gyorsabban menne. Oda tenném, oda pedig a grillt. Túl sok idő megy el a sétálgatással. Ha nem lenne használatban, arrébb tudnám tenni. Szerintetek most használatban van? Aha. Kicsit szegényen csak konyhafelszerelés? Igen, még az elejénél járunk. Viszont már tél van, srácok. Még az elejénél járunk. Még most kezdtük. Na, tehát a havazás azt csinálja, hogy a várakozó ügyfelek türelmetlenebbek lesznek. Nyomják ott a takarítást. Este 8 óra. Még mindig nyomják a melót. Ú, de jól néz ki. Bekapcsoltak a lámpák. Aha, általában 7-ig szoktak nyitva lenni az éttermek. Ah, tehát már be lehetne zárni. Ha bezárunk, akkor elküldjük olyan az embereket? Azért csak ki kéne még őket szolgálni, nem? Kíváncsi vagyok, hogy ki mit teszik. Hát ők a kiszolgálásra várnak.
Őket nagyon megvárakoztattuk ott. Na. Valami még hiányzik itt a kajából. Eddig minuszosak vagyunk? Hát úgy néz ki, hogy igen. Zozi! Wow! Köszi szépen a 200-as sírt, köszi a támogatásodat. Hozzávalót visz. Ő egy géniusz. Valamiért nem szolgáljuk ki az embereket. Valamit a kiszolgálással nagyon nem jó. Hoppá! Gremori, neked is nagyon szépen köszönöm a 70-est. Őket nagyon megvárakoztattuk. Aha, kozmikus banánt esznek. Kozmikus banán nagyon nagyot megy, srácok. És te mit eszel? Joe and fries. Á, ezt mi hamarabb arrébb kell rakni? Hát... Oda néz, 108 euró, de nem volt elégedett, na nézzük csak. A vul... Nagyon rosszul csinálták meg a Vulcan Burgert, illetve a Joe and Fries-t is. És... olcsóban adták a Joe and Fries-t. Kettest adott. Mert hogy borzalmasan csináltuk meg. Hát jó. Hát jó. Majd lesznek jobb séfek, srácok, és akkor jobb lesz az egész. Na még őket kell majd hogy elküldeni, és akkor jó. Most már csak hanging out-olnak este 11-kor. Jó, bezárunk. Na. Ki lettem dobva? Ketten is, hát igazából hárman is elégedetlenek voltak, meg ki lettek dobva. Hát na. Szóval, srácok. Nyomtam egy delettét, azt leállt a játék. Hú. Jó, de hát azért vagyunk mínuszba. Mert hogy egy nap eltelt. Itt van, hogy ki mennyit csinált. Milyen jó kis összegzés van itt. 80%-ban felszolgált, 20% unatkozás. Ja, tehát azért, tehát hogy itt van az értékelésünk. 84% pozitív. Népszerűségünk 46-os. Itt van, hogy mennyi rendelés volt. Rendelésből csináltunk 1700-at. Renoválás, meg ilyen dolgok, abban elment egy csomóra, de 6000-rel kezdtünk, tehát valahogy be kellett rendezni, tehát az első nap az mindenféleképpen mínuszos. Itt van, hogy ki mennyit dolgozott, és ki mennyit lustálkodott. Rochelle takarítás, volt, amikor ki volt fáradva. Bradley és Shiv bácsi, ők nem voltak kifáradva. Shiv bácsiért nem kell fizetni például. Na itt van. Ez melyik kaja lehet? Tehát, hogy...
A világos kékből 9-et fogyasztottak. Ezt itt odaíratnánk, hogy ez melyik kaja. Na, itt van. Itt van. 24 dollár termelt a Very Big. Joanne Fries tettek a legtöbben, utána Vulcano Burgert, Kozmikus Banánt és Mega Sloppy-t. Szia, Gonzui. Na, hát... néha lejjebb kell vinni az árat. És akkor meg lehet kapni az 5 csillagos értékelést. Nem tudom, hogy vagytok vele, srácok. Egyelőre elég klassz ez a játék. Ez egy nagyon egyszerű étterem-menedzsment játék. Ez egy nagyon egyszerű étterem-menedzsment játék. Hát amely csak megnézitek azt, hogy miből mennyit lehet lerakni. Ha másra nem is jó ez a game, felcsigáz titeket, hogy jobban belássátok magatokat ebbe a zsánerbe, mert vannak nagyon-nagyon jó menedzsment játékok. Én nagyon sokáig nyomtam az Oxygen Not Included-et, azt hiszem így kell mondani. Imádtam, és az helyzet, hogy még vannak hasonló jobb menedzsment gémek. Factorio például. Ott van például a Dwarf Fortress is. Kegyetlenül rá lehet csúszni ezekre a játékokra. Gike nagy szakértője ezeknek. Jesus. Srácok. Ez jó cucc. Jó gémet ad az Epic, én úgy gondolom. Ha nem is, fantasztikusat mondom. Ez egynek jó. Úgyhogy bátran ajánlom. Gyűjtsétek be, töltsétek le, nyomjátok.